előadásomban a címéből kiderül, Buszku Béla szemszögéből próbálom az 53-as kormányprogramot bemutatni, illetve a recepcióját vagy a fogadtatását. Hogy értékelte egy kerületi Buszku ekkor a Kőbánya párt titkára volt, tehát kerületi szinten hogyan fogadta a helyi pártszervezet, akár személyesen Buszku Béla a Nagy Imre kormányprogramját. Nem akarom lelőni a poént, majd két előadással később, tehát kollégám Takács Tibor előadása egy hasonló megközelítéssel, ő is a központban hozott kormány vagy párthatározatnak a helyi szinten történő végrehajtásával szembesíti a nagy érdeműt, vagy valami hasonló, ha mennyire jól tudom. Az előadásommal úgy próbáltam felépíteni, hogy ne legyen unalmas, és beleférjek a 20 percbe, ezért az első programpontomat, vagy első ilyen, amiről beszélnék, azt igen nagy vonalakban fogom csak, tehát magát a kormányprogram bemutatását, úgy gondolom ez azért ebben a körben mindenképpen közismert, és szakmailag nem nagyon kell indokolnom a Nagy Imre első kormányának, kormányprogramnak előzményeit, illetve indokait. Nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni Buszku Bélának a pozíciójának a bemutatására, tehát ki volt 53 és hát 54 fordulóján, itt ez a megjegyzés, hogy tehát a konferencia névadó dátumához kötően készültem, de 54-re is át fog csúszni az előadásom, és ezután térnek rá Buszkunak az értékeléseire, vagy hát a pártszervezet, általában a kerületi pártszervezet különböző pártrendezvényein történt értékelésére, illetve egy botrányos esetre, ami szintén Buszkuhoz köthető, illetve a kormányprogramhoz, a pártfőiskola hallgatójaként hogyan reagálta le 54 végén, hogy az új szakaszról letért a pártvezetés. Tehát, mint említettem, először a Nagy Imre kormány programjának történeti előzményeit nagy vonalakban tekinteném át. Sztálin meghalt, Sztálin halott, ez korbeli híradások ugyan nagy sajtó visszhangot keltettek, de közvető időszakban jelentős változások nem történtek még Magyarországon. Nagyjából a május végére telt az első olyan intézkedés vagy reakció, ami természetesen szokás szerint Moszkvából indult, vagy kezdeményezték, amely a helyi, vagy a magyarországi pártvezetőknek a bírálatát jelentette. Itt már volt egy kelet-németországi eseményekkel kapcsolatos előadás, kiváló előadás, így tudnunk kell, hogy ebben az időszakban Csehszlovákiában, Kelet-Németországban, akár a Szovjetunióban, tehát Magyarországon is a helyzet hasonlóképpen alakult, tehát a represszió, a terror, a kollektív vezetés hiánya, az elhibázott gazdaságpolitikai lépések, a túlzott iparosítás, az életszínvonal csökkentése, az agráriumban történő erőszakos kolhozosítások, stb. Egy olyan társadalmi feszültség, a helyi társadalmak olyan feszültséget eredményeztek, amelyet a szovjet pártvezetés, már az utódok, tehát Sztálin örökösei is ezt érzékelték. Így tehát Magyarországon a magyar pártvezetés szempontjából május végén ugye közölték a Rákosi vezetéssel, hogy egyrészt ugye a túlzott méretű beruházások miatt az életszínvonal csökkent, megromlott a politikai hangulat, jobban be kell vonni úgynevezett értelmiségi kádereket, tehát fiatal kádereket a vezetésbe, szét kell választani a miniszterelnök és pártvezetői tisztséget, Rákosit fel kell menteni, pártfőtitkári posztja alul, illetve egy amnesztiáról is szó esett ekkor már, és majd 53. június elején, 13-án Moszkvában a pártvezetés ugye személyesen is ezt átbeszélhette a SKP elnökségének a tagjaival. Ezt tudni kell, utalok rá, hogy pár nappal korábban a kelet-német vezetés tett egy ilyen látogatást az ottani új kurzus, Neue Kurs kapcsán.
Itt a már felvetett problémakört ugye átbeszélték, és is a végeredmény az lett, hogy 53 júniusában Budapesten egyfajta politikai irányváltásnak a forgatókönyve körvonalazódott, június 27-én összeült a központi vezetőség, és végül is szovjet beavatkozásra nem párt határozatként, hanem majd az újonnan felállító, ugye ezt elfelejtettem mondani, 49 vagy 53 szeptemberében, vagy a márciusában meg a Sztálin, ugye májusban lezajlanak a választások Magyarországon, tehát új kormány alakult, tehát majd új kormányprogram, Nagy Imre vezette kormányprogram keretében kerül bemutatásra ez az új szakasz. Nagyjából ez egy gimis tankönyv anyaga, amit most itt elmondtam, nem részletezném tovább. A kormányprogram július 4-én a parlamentben kerül sok programbeszédre, és annyit érdemes kiemelni, Nagy Imre a kávéhatározatnak azt a pontját egészítette ki a parlamenti beszédében, amely a közvetlen teendőket, tehát nagyon határozottan vagy praktikusan arra helyezte a hangsúlyt, hogy az egyrészt kijelentette, hogy új szakasz lesz a kezdetét, amely a népszuverenitásnak parlamentnek nagyobb szerepet szánt. Ugye volt egy gazdaságpolitikai intézkedés, vagy tervezet, módosítani kell ugye a népgazdaság fejlesztésének az irányát, tehát aztán nehéz erőszakos iparosítással le kell állni, a túlzott iparosítással, az életszínvonal politikát erősíteni kell, a paraszti termelés meg kell, és a paraszti tulajdon biztonságát garantálni kell. Nagyon nagyobb türelmet ígért ugye a vallásos, tehát a vallási kérdésekben, és hogy a kormány a jogbiztonság és a jogrend talaján áll, a törvényesség talaján áll. Ezek voltak a ígéretek július elején. És akkor most nézzük, hogy ez hogy valósult meg. A Biszkú 53-54 táján egyrészt ugye a Kőbánya pártitkára volt, másrészt pártfőiskolai hallgató. Ekkora, ugye korábban ő a káderosztály helyettes vezetője, a Nagy Budapesti PB tagja is volt, majd a Rajk per kapcsán 49 júniusától a Nagy Budapesti káderosztály vezetője lett. Már ekkor 51-ben egyszer kapott egy párt osztályéberség hiánya miatt megbírságolták, leváltották, most erre nem térek külön ki, a könyvemben én ezt részletezem, hogyha valakit érdekel. Lényeg az, hogy 10. kerületi pártitkárra nevezték ki, és 51-től 55 szeptemberéig lesz Kőbánya pártitkára. 53. márciusában, pár nap a Sztálin halála után ismét megbírálja a pártvezetés, ismét személyi ügyekben, káder ügyekben bírálják meg. Most erre se térnék korábban, vagy erre se térnék ki részletesebben. És csak arra inkább, hogy mint Kőbánya pártitkárként, ugye nem volt központi vezetőségi tag, de időnként őt is meghívták a központi vezetőség üléseire tanácskozási joggal. Így jelen volt az 53. júniusi plénumon, ahol ugye Nagy Imrének át kellett adni a miniszterelnöki posztot, Rákosi Mátyásnak át kellett adni. Most ennek a reakcióját, hogy ezt hogy érte meg, 80-as évek végén ez interjújában nem részletezném. Lényeg az, hogy Biszkút ezt szíven ütötte ez az egész történet. Tehát a lényeg, hogy 53. augusztusában, tehát egy hónappal a kormányprogram megjelenése után Biszkú először augusztus elején egy nagy aktíva keretében tájékoztatta a Kőbányi Üzmeg pártitkárait, igazgatói bizottsági elnökeit, titkárokat a végrehajtott intézkedésekről, az életszínvonal emelésének fontosságát hangsúlyozta, és kijelentette, hogy legfelsőbb pártvezetés hibát követett el akkor, amikor az életszínvonal rovására erőltette az iparosítást. Ennek kapcsán a kerületén belül a közérttel egyeztetett a kerületi párbizottság, hogy a élelmiszereket jobban eljuttassák a kerület minden pontjára. Ugyanakkor, és az érdekes, a kormányprogram negatív következményeikkel is jár, és ezeket is felsorolta. A végrehajtás hibái sokkal nagyobbak, mint a pozitívumok, írta, vagy mondta. Egyrészt ugye az amnestia hatása, több tízezer volt internát kerül majd a szabadlábra, aminek következtében meg fog nőni a bűncselekmények száma. Másik negatívum,
szerint az üzemekben, gyárakban érezhetően megnőtt a feszültség, a fegyelmezetlenség, gyakoribbak a késések, és mivel eltörölték a pénzbüntetés lehetőségét, ezért egyenlőre fegyelmezni a dolgozókat. Hibásan történt a kormányprogram végrehajtása során az agitáció. Itt mondjuk egy hónapról beszélünk, ugye? Egy hónapos tapasztalatokat szűri le itt Biszkú. Tehát az agitáció hibásan valósult meg. Nem kötötték össze a kormányprogramot a helyi üzemekben dolgozók életével. És ahogy fogalmazza, az ilyen kérdésekhez bátran, tehát a helyi kérdésekhez bátran hozzá kell nyúlni. Beszélni kell róla, mert ha a pártszervezettől nem kapnak választ, akkor válaszol rá az ellenség. Szerinte a pártszervezetet, a párt és a tömeg közti viszonylatban nem történt változás, illetve kitért arra, hogy a kávéhatározatnak az a pontja, ugye itt a kávéhatározat, a párthatározat és a kormányprogram összemosódik nála is, meg későbbiekben is, de ezt tudjuk a korszakra jellemző, hogy a párthatározatok alapján születnek meg a kormány vagy az állami szervek intézkedései is. Tehát lényeg az, hogy azt a pontot, amely szerint azok az alapszervi titkárok, akik nem vesznek részt a termelők a munkában, nem kapnak fizetést, ezt üdvözölte, tehát akik büdös nekik a munka, így fogalmazott. Ezt viszont kicsi demagóg módon, de abszolút pozitívumként értékelte. Hivatkozott az alkotmányra, a kormányprogramra, amely az életszínvonal állandó emelését tűzte ki, és hát elismeri, hogy hibát követtünk el, amikor az iparosítás az életszínvonal rovására ment. Több alkalommal is rájellemző, vagy a korszakra jellemző ilyen pártzsargonban szóvá tette a pártélet formálissá válását, de megfogalmazta a kívánalmakat is, hogy ne legyen semmiféle diktáló hang, és a titkárt, a pártitkárt, ugye a vezetőségi tagokat ne csak tiszteljék, mármint a párttagok, hanem szeressék is. Pár nappal később, itt tudni kell, hogy augusztusban szinte 2-3 naponként vagy a egy nagy aktíván, vagy kerületi pártbizottsági ülésen, vagy pártválasztmányon, most ezt nem részletezem hol, folyamatosan a kormányprogram napirendi pontként szerepelt. Tehát egy kerületi pártbizottsági ülésen pár nappal később a párt és tömegek kapcsolata Kőbányán is meglazult, mondja. Tehát ismét megismétlez, hogy a életszínvonal javító intézkedéseket, mint a Kádár, megelőlegezi, mint egy a kádári életszínvonal politika későbbi sikerességét talán. Majd a budapesti pártbizottság is megtárgyalta ezeket a kormányprogram megvalósításának irányelveit. Földvári Rudolf budapesti párt első titkár volt az előadó. Erre reagálva Biszkú megjegyezte, hogy szerintem nem érdemes, vagy nem szabad külön tárgyalni a kerületi, az alsóbb szintű pártszervek hibáit, és mondjuk a budapesti pártbizottság hibáit, hanem ezek összefüggenek. Szerintem nem igaz, hogy a kormányprogram által felvett hibák fokozottabban jelentkeztek alsóbb szinten. Szerintem az volt a baj, hogy a hibás politikai vonal alapján dolgoztak. Ugyan tipikus káderként viselkedett, ugye követte mindig is azt a fajta beszédmódot, amelyekkor a kritikus hangot jelentette. Tehát a hibák feltárása, ez a tipikus önkritikus hozzáállás. Érdekes módon ő a felelősség kérdését a saját pozíciójából kiinduló kerületi pártitkárként felfele tolta, tehát megvédte az alsó szintű pártszervezeteket, a kerületi pártszervezeteket. Szerinte a budapesti pártbizottság nem figyelt az alsó pártszervek és a tömegek jelzésére, illetve amikor, idézem, olyan jelzések jöttek, amelyek nem feleltek meg a helytelen politikai vonalnak, akkor azt mondták, hogy opportunisták. A budapesti pártválasztmány ülésén szintén megfogalmazza a kollektív vezetés hiányát, a korábbi pártvezetés elszakadt a tömegektől, nem vették figyelembe a bírálatokat, és feltett a kérdés, hogy miért van a pártszervezetekben ingadozás, ugye, ingadozás. Mert válaszol, hosszú éveken keresztül magyaráztuk annak ellenkezőjét, amit most csinálunk. Hosszú hónapokon keresztül meg akartuk oldani Budapest élelmezését agitációval. Kimentünk a közértekbe egy ülést tartani, holott alapvető gazdasági kérdésekben volt a baj. Most azt akarjuk, hogy az ellenkezőjéről meggyőződjenek az emberek. Másik megjegyzése, hogy nem volt igazi pártdemokrácia,
Mert a tagságnak nem volt lehetősége a vezetőséget beszámoltatni, nem volt igazi lehetőség, nem volt számonkérés. Ez kicsit látszat, meg demokráciára utal. Tudjuk, hogy a párttagságnak adott beleszólása az adott párt határozatokban elég minimális volt. Egy fontos dolgot akkor itt a végére még 5 perc alatt tudok, talán fel tudok villantani. Meglepő módon, vagy számomra is meglepő módon, Viszkú 54 végére belekeveredett egy bizonyos pártfőiskolán botrányba. Ő ugye 53. szeptemberétől felmerült, hogy kinevezik Budapest Földvári Rudolf utódjául, de végül is 2 éves párt főiskolára küldte a politikai bizottság, és itt a pártiskolán, hát ugye egy érdekes, sajátos helyzetbe került, ekkor egyszer jelentkezett ugye itt a főiskolán belül is a korábbi évek hibáival való szembenézés, korrekcióigénye, valamint a hibákat negligáló keményvonalas irányvonal, és így 54 őszére, ugye 54 október 1. és 30. között ülésezett a KV, ahol a népgazdaság helyzetéről és a kollektív munkáról hozott határozata, mint egy megerősítette Biszkút, meg egy-két társát, Láng György, Garai Vera, Végirón, a Szamosi Károlyt abban, hogy igazolva látták őket azt, hogy a párt letért az 53-as júniusi útról. Tehát Biszkú a Pártfőiskola című labban, egy vezércikében ezzel a címmel, a június úton előre arról értekezett, hogy a párt letért erről a bizonyos június irányvonalról. Gyakorlatilag az 56 őszi Nagy Imre és a köré csoportosuló reformkommunista irányvonalat követi ekkor. Ez nagy botrány kerekedik a dologból, ugye a cikket nem hagyta jobb a Bíró Zoltán, tehát Rákosics vezette pártfőiskolai pártvezetés. Megbírálták Biszkút, valamint Szamosit, és fegyelmit kezdeményeztek ellene. A PTO, tehát Matusek Tivadar által készített fejezés szerint Biszkú elvtárs és Szamosi elvtárs még mindig nem értenek teljesen egyet az őket ért bírálattal, sértve érzik magukat. Ennek egyrészt az az oka, hogy ezeket az elvtársakat június után több esetben bántódás érte a pártszervezetben bírálatuk miatt. Tehát azért bírálták meg őket, mert Biszkújék megbírálták az 5 júniusi kormányprogram be nem tartását. Igen. Ugye a KV titkársága is, az egész legmagasabb polcra is eljutott az ügy. Rákosi is megnyilatkozott, gyors beavatkozás utasított a testvérét, végezni kell a pártfőiskolán ezzel a hangulattal. Értsék meg, ennek a liberalizmusnak véget kell vetni. Kapjon megrovást Biszkú és az a 3-4, aki pártszerűtlenül viselkedett. Biszkút figyelmeztetni kell, ha még egyszer hasonló bajok lesznek vele, akkor egyéb következménye lehet. Ugye a kommunista bírálatot kispolgári bírálattal cserélte fel Biszkú. Egy oldalon és kizárólag a baloldali szektás hibákra bírált, és nem vetette fel a jobboldali kispolgári elhajlás ellen harc szükségességét. Tehát ez a felemás két fontos harcot fogalmazza meg Rákosi Biszkúval szemben. Tehát úgy tűnik, hogy Biszkú ekkor az új szakasz híve, többször bírálja a régi vonalat, konfliktusokat vállal fel, és ugye ekkor valóban megbírálják, leváltják a pártiskolán betöltött agitációs és propagandatitkári beosztásából, felmentették a végrehajtó bizottsági tagságából, és megrovás pártbüntetésben részesítették, és majd ekkor, vagy a pártfőiskolá befejezve 50 júliusától kerül majd ugye Angyalföldre, amit kvázi büntetésként fog fel, ott is, mint első titkár. Egy rövid lezáró mondatot még, hogy ugye félreértések elkövetése vége, Biszkú Bélát nem tekintem egy Nagy Imrehez köthető reformkommunista politikusnak. Őt inkább az egész karrierjét, ez egy szelete, ez a 53-54-es év, de a karrierjét egészét tekintve a funkcionárusként habitusát egyfajta opportunizmus jellemzi, amelyen mindig meg tudtam magának is magyarázni az adott újabb kiigazítások szükségességét. Az, hogy 53 után az aktuális vonal mellett érvelt, és hogy változott a helyzet, majd később ugye ő is változik hozzá, tehát 53-51 olyan időszak politikai karrierjében Biszkúnak, amikor véletlenül, így nem tudok más mondani, a jó oldalon agitált, és
a Nagy Imre-féle új irányvonal egyik szószólója és védelmezőjévé vált. Köszönöm a figyelmet!